megyünk a hajóra. Óriási tengeri kiállítás, kiállítás, kirándulás. Tengeri kiállítását itt található. Nem tudom, melyik az a hajó, amitől kevésbé félek. Az, amelyikből merik ki a vizet. Szimpatikus fiatalember lett a kapitány. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, most pedig kezdetét veszi a csodálatos tengeri utazás egy lélekvesztőn. Mutatom. How are you doing? Hi, how are you doing? Let's go to the sea, captain, let's go! Azért szeretem a kis Z-flippemet használni, egyébként gyönyörűen mutat ez a kis rózsaszínű üveg a tenger kékében. Másrészt pedig azért, mert összecsukom, belefér a zsebembe, és egy ilyen hajókirákulással nincsen sok helye az embernek, úgyhogy gyakorlatilag ebben lehet a legpraktikusabban videográfiát készíteni. Prison Islandre megyünk, megnézzük a Giant Turtle óriás teknőségeket, akik közül többen 180 évesek. Ezt a hajót például hogy választottad? Nagyon fontos a személyzet. Én kapcsolatban léptem a CHR igazgatójával, és megbeszéltem, hogy szeretnék egy olyan klub, ami a leginkább kompatibilis a mi blogunkkal. Na csillagszóról közeledünk a Prison Islandhez, lassan megközelítjük a szigetet. Szóval itt vagyunk a Prison Island prizonjába, a kis börtönébe, ami igazából karanténnak is szolgált. Nézzétek meg a sok okosat, hogy eteti őket, taperolja őket. Nem szeretem az ilyen típusú helyeket, ahol a sok hülye turista zabáltatja a szegény állatokat, és azt gondolja, hogy ez de jót tesz neki. Szegény kis teknősök. Ha már arról beszélünk, hogy felelősség teljes utazás, akkor én például ezt a helyet nyugodtan skippelném, ezt kihagynám. Én nagyon-nagyon elkeseredtem szegény teknősök látán, akiket a majom turisták folyamatosan etetnek. Tényleg magamra gondoltam, a nagyanyáim ugyanezt csinálták egész gyerekkoromban. Tehát szerintem hagyjuk békén a teknősöket, nézzük meg fotóról, és inkább menjünk olyan helyekre, ahol nem tömegesen járnak az emberek. Óriási influencerkedésben van a kis hölgy. Csodálatos fotót csinál, nézzétek meg magáról. Nagyon jó. Beautiful! Thank you! Simon wants to distract me to don't be afraid of the waves and the sea storm. So he will teach us something very special cooking trick before we die. Nobody gonna thank you, die. Thank you, bye. Open with the knife. Jó, nem csak a tengerbe halunk bele, még hasmenészünk is lehet. Where are the pirates? Hey, don't come this way! Ha eddig nem haltunk meg, most fogunk. Mi bajunk lehet a nagy hullámzó tengeren egy hatalmas nagy késsel uborkát bucolni? Egy hatalmas uborkával a tenger közepén. Is it okay? Very much okay. I never heard your voice so deep. Very good. Before that, I really liked passion fruit. But I think it's over. Azt mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó olyan helyre menni, ahol emberek vannak. Na, tessék, akkor ezt nézzétek. Itt kell megszűssük állítólag a kis ebédünket. Csodálatos időnk van. Nektek otthon mínusz 8 fok van hóesésben, úgyhogy nem panaszkodom. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao. Szíriai kis barátnőinkkel, mert az spanyol elment a kalapom! Hello Lobster, I am Mark from Budapest, nice to meet you! Imádom a púderdobozomat esőben, a parton, mindenhol! Na, addig hisztisztem, amíg kiraktak ide minket a homokra, megkaptam a kispadomat, de várjuk nagyon most már a tengeri érkezőket, mert lassan sivatagi vihar elvisz innen minket a Sandbankről. Szerencsére vettünk dél-afrikai bort. De szép meg körülmet érte. Mohamed szétütötte nekem a kókuszát.
mögötten ti voltál. De megbírkozom vele. Már futnak mögötted szívószál. Itt kézzel több kiló homár Kolumbiában ettem. Isteni, tehát ez amikor kézzel téped, magtangolod, ez nagyon jó közel-keleti fűszeretése van. Fantasztikus. Fitness? Kisütött a nap! Nyár van és semmi baj. Hol vagyok, mint a baj. A Good Morning Zanzibar című műsorra készülünk éppen. Jó reggelt. Élőben jelentkezi be és köszönti Zanzibár népét. Mindenképp Zanzibárban, Tanzániában, Tanganyikában, Szerengetiben, mindenhol, a Park Hyatt Zanzibárból. Megkérdezték, hogy mi az, amit egy kicsit jobbítani kéne a szigeten, azt mondtam, hogy több parti kellene. We learned Africa House. So Africa House. This was the first English club in the history of my country. Azt hiszem, ez az én városom, mert senki jobban nem szereti nálam a teraszokat, tetőteraszokat. Egyébként azt hiszem, hogy egész tisztán csinálja, mert nylon zacskóval a kezével fogja a mangót és úgy rágja, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, beírok egy nagy ötöst a naplóba. Tudják, hogy jössz. Délán. 1873-ban törölték el a rabszolgaságot. Ez volt a nagy rabszolgapiac tradicionálisan. Miután eltörölték a rabszolgaságot és lebontották a rabszolgapiacot, egy templomot építettek a helyére. Nagyon helyes. Nem megyünk be, mert a vállam szabadon van. Úgyhogy menjünk tovább. Gucci everywhere. Nem fújja a szél, mert rád van ragadva. 11 szultánja volt Zanzibárnak, 64-ben detronálták az utolsót, amikor is a fekete-afrikai lakosság kormánya került hatalomra, és azóta ők kormányozzák Zanzibárt, a szultánok és a szultáni család tagjai itt vannak eltemetve, és ez volt az eredeti szultánok palota, de mivel neki 4 felesége volt, ezért láttuk, hogy a lányainak, feleségeinek össze-vissza vannak palotái itt az egész városban. Macikám, visszamenjünk a szállodába? Nem lehet! De so much wrong! Na hát itt vagyunk Freddie Mercury házánál, ezt még feltétlenül el akartok nézni kívülről, mert belülről nem lehet. Imádjuk Freddie-t, imádjuk a Queen-t, imádjuk az új filmért is. Na jó, de melyik volt a szobája? Nem tudom, nézem, hogy melyik szobánál van Eresz csatorna, de egyelőre nem találok egyiket sem.